Sziasztok! Ma fényekről lesz szó, konkrétan a Viltroxnak a V-Light Ninja 300-ról, ami egy COB-COB 80 wattos LED fény, egy iszonyúan picike, hordozható fény, de elég durva erőforrás van most, amivel veszem magam, illetve a főfényt adja, az egy Sokani X60, ugyanazt a fényt adja ki ez a V-Light verzió is, viszont fele annyiba, majdnem fele annyiba kerül, 150 euróba Amazonról, ami fantasztikus, azt hiszem olyan 250-300 euró volt a Sokani, és hogyha a Godoxról vagy az Aputure-nek a nagyjából hasonló termékeiről beszélünk, azok meg még drágábbak. Mindent át fogunk beszélni, először jöjjön az intro. Ahogy mondtam, a Viltroxnak a V-Light Ninja 300-áról lesz szó, egy 80 wattos, okos, hordozható fény, és ez a legnagyobb pozitívuma, hogy hordozható, ugyanis rá lehet szerelni, képzeljétek el, az oldalára egy akkumulátor pakkot, ezáltal amikor viszed magad, nem lesz arra szükség, hogy valamilyen áramforrás kapjon, persze úgy is lehet, és jó hosszú maga az adapter, amivel jön a kábel, tehát elég hosszan el tudjuk vinni, de ilyen tipikus Sony NPF 970-essel működik, de amúgy V-mount betörőket is rá lehet rakni, hiszen sima, standard olyan becsavarozást lehet rajta tenni, hogy bármit használhatunk hozzá, és akkor ezzel órákon át tud működni, főleg, hogyha nem 100%-on használjuk. Most például én ilyen 50%-on használom a Sokanit, ami nagyon jó. Viszont, ahogy mondtam, ugye ez egy kisebb fény, tehát nem a tipikus Bowens mount van rajta, és az a kis töltsér, amivel jön, az egy ilyen kisebb verziója a Bowensnek, ami jó arra, hogyha nem egy softbox-sal szeretnénk használni, mint hogy most ugye egy ilyen nagyon szép fényt ad nekem, ez egy 120 centis softbox, amit most használok, viszont van egy adapter hozzá, tehát ahogy rárakjuk az adaptert, tudjuk rárakni bármilyen Bowens mountos csatlakozós softboxot, illetve van egy rés benne, ahol mivel ugye ez egy kisebb, egyszerűbb fény, és mondjuk nem szeretnénk több száz eurót ugyanúgy softboxokra elkölteni, akkor használhatunk sima ernyőket is, és akkor azt bele tudjuk oda csúsztatni. Maga a felépítése nagyon jó, alumíniumból van, a hűtése is fantasztikus, és a Sokanival szemben, ami fontos, hogy ki lehet kapcsolni a ventilátort, van egy ilyen mód benne, és hogyha ahogy most is egy 50%-on használom, akkor nincs is szükség ventilátorra, és amikor veszünk fel, akkor semmilyen zaj sem lesz. De ha megy is, amúgy ez az egyik leghalkabb lehet, hogy a kisméretéből adódóan is. Nyilván például már a Godoxnak az UL vagy a VL szériájába kijött olyan, ami teljesen passzív fűtéses, tehát semmi hangja nincsen, de azok a fények közül, amiben van ventilátor, nagyon jó, hallgassuk meg. A rögzítése amúgy nagyon jól működik, 360 fokba lehet beállítani, hogy legyen, hogyha pedig beállítottuk azt a szöget, jó erősen rá lehet zárni, biztos, hogy megtartja magát, látszik, hogy minőségi anyagokból van felépítve. A hátulján jó sok dolgot látunk, van egy másfél incses kijelző, egyértelmű, és ami király, hogyha van több fényünk a Viltroxtól, akár Ninja szériából is, különböző csatornákon össze tudjuk párosítani őket, és ha mondjuk másokat is használunk, és letöltjük az alkalmazásokat, akkor alkalmazáson keresztül is tudjuk irányítani, hogy mi, mikor, milyen legyen, ha RGB fényeket használunk, azt is hozzá tudjuk állítani, és mondjuk van egy set, több napos forgatás, és végzünk az egyik nap, nem kell külön állítgatni újra mindent, hanem az appon keresztül egyből ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Na de visszatérve, hogy mit látunk magán ugye ezen a 80 wattos kis Ninja 300-on, van ugye egy DC bemenet, ami igazából az áram, az oldalán van a rögzítési lehetőség, hogy rárakjuk ugye az akkumulátorokat, a DC bemenet mellett van egy USB csatlakozó, ami képzeljétek el, hogy a firmware-nek, tehát kvázi a szoftverének a frissítésére szolgál, ami lehet az, hogy mondjuk a jövőben még több effekt, mert ugye nyilván a CCT módban lehet effekteket használni, hogy valahogy villog, vagy mondjuk ilyen TV flickerő hatás meg lehet benne csinálni, és lehet, hogy majd különböző effektek is jönnek szoftver frissítéssel, vagy mondjuk még hatékonyabb lesz az áramfelvétele, úgyhogy ez is jó. Maga, amivel a tekerők vannak rajta, meg a gombok, jó minőségűek,
elég erősek ahhoz, hogy megtartsák magukat, tehát ahogy tekerek, és amúgy nullától százig lehet állítani, hogy milyen fényerő legyen, ott marad, nem fog elmozdulni. Az egésznek egy prémium érzése van, pedig ez egy belépő szintű lágy, 150 euró még mindig, amiről ugye beszélünk. Végezetül vegyük át azt, hogy hogyan és miként lehet használni. Hát egyértelműen ez nem arra van, hogy mondjuk stúdióba vagy profi felvételeken használjuk, és mindig valahol egy helyen lerakjuk. Lehet, hogy oda már nagyobb erőforrásra van szükségünk, mert fényerőforrásra mondjuk egy Aperture-nek a 120D, 300D Mark II-re, van a Godox-nak is 200-300-as, a Nenlight-nak is verziója, de ha mondjuk az első fényünkön gondolkozunk, és egy a büdzsé fontos még számunkra, nem szeretnénk túl sokat költeni, akkor szerintem ma ez a legjobb a piacon, messze árban is olcsóbb a konkurenciájánál, viszont a funkcióiban is többet tud. Ami nagyon durva, és ha mondjuk vennénk mondjuk egy Aperture 200-at, vagy nem is 200-at, egy 100D-t, 100X-et, valamit, annak az árából kettő ilyet meg tudunk venni, és mivel pici, hordozható, maga a táskája is nagyon jó, minden elfér benne, bele lehet pakolni a dolgokat, de akár a fotós hátizsákunkba is be tudunk egyet vágni, és elvisszük, felrakhatjuk bármilyen állványra, de ha mondjuk van egy mondjuk vlogolunk, és van még mondjuk egy ilyen kézi asztali állványunk, mondjuk egy Manfrotto Pixink, arra is rá lehet rakni, és akkor azon használjuk. És akkor egy kisebb softboxal, vagy valamivel rengeteg helyen tudjuk ezt használni, vagy ha mondjuk valaki segít nekünk, van egy asszisztensünk, és mondjuk egy fotózás van az erdőbe, akkor ugyanúgy egy állványon, vagy ő tartja, viszi, lehet használni. Tehát az első fényünknek, ha még nincsen fényünk, ez az egyik legjobb, amivel el lehet indulni szerintem. Link a leírásba, amúgy affiliate link, tehát valamennyit, azt hiszem ilyen 5-10%-ot talán kapok abból, hogyha vásárolsz és megveszed ezt a fényt, amit nagyon ajánlok, és ezzel amúgy segítesz nekem is. És amúgy azzal is segítesz, hogyha még nem vagy feliratkozva és végignézted a videót, remélem tetszett, ezt nagyon szépen köszönöm ebben az esetben, nyomj a feliratkozás gombra és a csengőre is, hogy ne maradj le, ugyanis arról beszélek ezen a csatornán, hogy vállalkozók freelancerként, videós, fotósként hogyan érdemes felépíteni magunkat. Nagyon sok eszközt mutatok be, de ilyen behind the scenes fotózások, illetve forgatásokra elviszlek titeket. Ha ezek érdekelnek, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. De ha végignézted úgy, hogy nem tetszett, köszönöm szépen. Mindazonáltal remélem, hogy még találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!